A folytatásban pedig előre tekintünk, ugyanis hosszú idő után az utolsó márciusi héten két élő sportközvetítéssel is jelentkezik a Miskolc Televízió, erre hívjuk fel nézőink figyelmét. Örömteli időszakként köszönt be húsvét hete sport szempontból is a miskolci sportbarátok számára, ugyanis újra élő közvetítésekkel jelentkezik a Miskolc Televízió. A piros-fehérek számára az egymérkőzés hiány veretlenül zárt, magabiztosan teljesített alapszakasz után elkezdődik a rájátszás a női kosárlabda élvonalban, és a szabályok értelmében a legjobban teljesítő csapat, vagyis a DVTK Hunterm az alapszakasz során a 8. pozíciót megszerző együttessel, vagyis az ELTE Beatccal mérkőzik. Az egyik résztvevő második sikeréig tartó párharc szerdán 18 órától indul a DVTK arénában. Ám azok a sportbarátok, akik nem tudják a helyszínen megtekinteni a várhatóan kitűnő szórakozást nyújtó playoff találkozót, azok sem maradnak le semmiről, ugyanis a negyeddöntős mérkőzés sorozat első találkozóját élőben közvetíti a Miskolc Televízió. Szintén élőben lesz majd látható március 30-án szombaton a Kemény Dénes uszadából a Panergy Miskolci Vízilabda Klub és Szentes csapatának találkozója. A 2023-24-es vízilabda bajnokság már a középszakaszánál tart, az alsóházban szereplő csapatok csatája 15 órakor kezdődik. Három fordulót követően a házigazda miskolci csapat a negyedik, a vendégszentesiek pedig a második helyezést foglalják el az alsóházi tabellán. A március 30-án szombaton 15 órakor kezdődő mérkőzés élő közvetítésével indul majd tehát aznapi programunk, amiután pedig 18 órától a megszokott módon napi adásunkkal folytatódik műsorunk.